Köszöntöm a Törzsasztal nézőit az Árt Hotel Szegedben lévő Sanzon étterem konyhájából, és most egy főételt fogunk elkészíteni, ami egy vörösborban pácolt borjú gerinc lesz, pirított burgonyagombóccal és fekete szederrel. Először is a borjú gerincet lehártyáztuk, letisztítottuk, és vörösbor és zöldségalaplé keverékéből készítettünk egy úgynevezett nedves pácot, amiben 5% sót és 2,5% cukrot tettünk, ebbe pácoltuk 4 óra hosszáig, majd hagytuk lecsöpögni és leszárítani. Pici olajat teszünk bele. Mivel a pácban van só, ezért most már nem kell sóznunk, csak egy pici borsot őrölünk még rá. És forró serpenyőben körbesítjük minden oldalát. A két végét is megpirítjuk. Amikor idáig eljutottunk, akkor egy pici vajat adunk hozzá, nem is picit, egy jó nagy kanál vajat. Segít, hogy még szebb pirult felszínt kapjunk, és betesszük 180 fokos sütőbe, egy 4-5 perc alatt szép rózsaszínre sütjük. Ameddig a borjú gerincünk sül a sütőbe, addig elkészítjük a köretet, amihez egy burgonyás tésztát készítünk, ugyanaz a tészta, amit a burgonyagombósz leveshez használunk. Ehhez is egy serpenyőben olajat melegítünk, és egy egész picit meglisztezzük a burgonya korongjainkat. És ehhez is adunk egy kevés vajat. Jó, ezek a felük szépen megpirultak. Megfordítjuk. És egy perc alatt szépen a másik oldalát is ropogósra sütjük. Ameddig ezek a gombócok pirulnak, beforralunk itt egy kis saját magunk által készített barna mártást. Ehhez az alap mártáshoz adok én fekete szedret. És közben elkészült a borjú gerincünk is. Gyönyörű, szép barnára sült a vajtól, és 2-3 percig félretesszük pihenni. Tíz percig körülbelül pihentetjük a báránygerincünket, és utána nekiállhatunk a tálalásnak. Először is a burgonya gombócainkat helyezzük a tányérra. És három egyforma érmére szeljük. Aki nem szereti rózsaszínen, az nyugodtan egy picivel tovább hagyhatja bent a húst a sütőben. Először is meglocsoljuk a mártással. Majd a fekete szeder. Szemeket is a tányérra helyezzük. És díszítésként egy szép csokor
borsót, csirát helyezünk a tányérra. Jó étvágyat kívánok!